Rutin Rókák címmel indult új balesetmegelőzési program, amelyben a rutinból vezetőket szeretné megszólítani a rendőrség. A program kitalálója és ötletgazdája Szikszai Tihamér Alezredes, a Megyei balesetmegelőzési Bizottság titkára, akit szeretettel köszöntök itt a stúdióban. Köszönöm. én is. Honnan jött az ötlet, Alezredes úr? Igazándiból többféle módon keletkezett maga ez az ötlet. Ő elsőlegesen az az igény merült fel egy-egy rendezvényünkön, hogy valamilyen úton mérjük már a tudásukat a régi vezetőengedéllyel rendelkezőknek. Ez falunapokon merült fel, amikor tesztlapot töltettünk ki velük, hogy milyen jó ez, hiszen nagyon régen szereztek már erről információt, nagyon régen töltöttek tesztet, és kíváncsiak voltak a megmaradt tudásukra, hiszen az a legnagyobb probléma, hogy újító, megújító képzés, megújító tudás nincsen birtokukban. Tehát valamikor megszerezték a vezetői engedélyt, és azóta ezzel a tudással élnek. Nagyon ritka az az ember, aki ezzel törődik, aki a jogszabály módosításokat, ha csak nem a médián keresztül, de veszi a fáradtságot és követi. Mi lett a tapasztalata ezeknek a teszteknek? Nagyon vegyes tapasztalattal rendelkezünk. E, igazándiból, aki törődik a közlekedés biztonságával, jön hozzánk tesztelni, azért azok az emberek valamilyen úton, módon próbálnak tenni azért, hogy biztonságosan közlekedjenek. Látszik rajtuk az, hogy valamiféle tudással rendelkeznek, plusz tudással rendelkeznek. Ha teljesen szűzek, akik csak úgy leülnek, valamilyen utomódon megszólítjuk őket, nem maguktól jönnek oda, nem felkészülten, hát bizony azt kell mondani, hogy nagyon gyatra tudással rendelkeznek, és nagyon sok embernek ott válik tudatossá, hogy bizony nagyon sok mindent elfelejtett már azóta, mióta ezt megtanulta, illetve nagyon sok minden változott azóta. A mindennapi közlekedésben hogyan jelenik ez meg a rendőrség tapasztalata szerint? Igazándiból ez akkor jelenik meg, és akkor szembesülnek vele, amikor valamilyen Hát, butaságot csinálnak, és a rendőr ezért kell, hogy szóljon, és elmondja, hogy ez már sajnos nem így van, és akkor szembesül vele, hogy ez a jogszabály már nagyon régen megváltozott. Akkor szembesülnek vele, amikor egy olyannal találkoznak, hogy rutinból vezetve mondjuk nem a stop vonalnál állnak meg, hanem ahol megszokták. És nagyon sok ilyen példát lehetne mondani, hogy a megszokásból történő vezetés sokszor problémákkal jár, hiszen ami valamikor megszokott és jó volt esetleg, az a mai világban a mai nap már nem úgy működik. Mennyire jelentkezik ez a balesetek számában? Hát sajnos mérhető is, bár nyilván ez egy bővet téma lenne, de 70 uk közel 70 százalék a gépjárművezetőknek 5 évnél régebbi vezetői engedéllyel rendelkezik, azok közül, akik balesetet okozna. Ez még nagyobb szám lenne, hogyha figyelembe vennénk mondjuk a kerékpárosok által okozott balesetet, hiszen bár kerékpár okozta, a vezetői engedéllyel rendelkezik, és 5 évnél régebben lehet vezetői engedélye, tehát ez még nagyobb számot mutatna. Hogyan tud segíteni a rendőrség? Mi ennek a programnak a lényege, amit most elindítanak? Igazándiból azt szeretnénk, hogy az emberek foglalkozzanak magával a kressz hiszen a kreszt tesztet tölt ki, amit a honlapunkon tehet meg, akkor ezáltal gyakorolhat, hiszen azonnali visszajelzést kap arról, hogy helyes vagy helytelen volt a válasza. Ha a 10 kérdéses kressz 80%-ra legalább kitöltötte, akkor beregisztrálhat, és részt vehet majd a gyakorlati napon, ahol a kormányhivatal közlekedési felügyelőssége egy próba vizsgát fog majd nekik prezentálni, és aki ott megfelelt, illetőleg a Vöröskereszt segítségével az első tudását is megújította, az egy vizsgabiztos mellé beülve számot adhat gyakorlati tudásáról, újra mint egy 17 éves friss gyermek, és megnézheti, hogy mennyit változott azóta az ő képessége, alkalmas-e még arra, hogy most levizsgázon. Nyilván hátrányos következményekkel nem jár az sem, hogyha nem sikerül levizsgázni, üres kézzel akkor sem távozik tőlünk, de aki megteszi azt, hogy levizsgázik és sikeresen vizsgázik le három tárgyból, egy ajándékcsomaggal lesz gazdagabb. És gondolunk azokra is, akik elkísérik a családtagjaikat, hiszen számukra is szeretnénk egy olyan lehetőséget biztosítani, hogy hasznosan, ö, új ismeretekkel és szórakozva töltsék el a napjukat. Mivel lehet most így az ajándékon kívül motiválni az embereket arra, hogy, ez, hogy ebbe bekapcsolódjanak, azért a mai világban mindenki rohan, mindenki kapkod, a legkevesebb az időből van, mégis mi az, ami rávezeti, vagy ráviszi az embereket arra, hogy, hogy ezt megtegyék, vagy majd azt fogja hozni a tapasztalat, hogy ha már csinált egy jó nagy hülyeséget, akkor utána fogja ezt bevállalni? Hát, ha olyat csinált, akkor egyrészt a kötelező utánképzés miatt kötelező is válik egy bizonyos utánképzés. Itt talán a saját jól felfogott önös érdeke lesz az, ami rá fogja őket venni, illetve az, hogy próbáltuk a programot olyanná tenni, hogy mondjuk egy orvosi rendelőben, egy akár mondjuk sorállás közben egy áruházban ezt a tesztet, ezt a kis rövid tízkérdéses tesztet egy mobiltelefonról, mobil internet segítségével ki tudja tölteni. Tehát próbáljuk úgy, hogy ezt a rövid kis időt tudjuk, hogy nem fognak hosszú időt szállni az emberek egy ilyen kérdésre, mint a közlekedés biztonság, pedig minden napjaink részét képezi. Ezért próbáljuk a mai modern kor eszközeit bevonni, és úgy megcsinálni, hogy erre igenis, ha akarja, akkor jusson hiszen arra van időnk, amit szeretnénk is, úgyhogy a családunk, a saját magunk és embertársaink biztonsága fontosabb. Mióta elérhető ez a felület, és hol találják az emberek? ez már kettő hete elérhető, illetve korábban is próbaverzióként már fenn volt az interneten, és a www.ssbmbb.hu honlapon találják meg ezt a tesztet, illetve több oldalról is erre a honlapra van átirányítási lehetőség. Hát ez a nehéz volt így kimondani, de ez a szabolcs már Bereg megyei baleset megőrzési bizottságnak a rövidítése, tehát így megtalálnak minket, ha ezt így beütik a keresőbe, akkor ki fogja adni ezt a honlapot. Mi ennek az eltelt két hétnek a tapasztalata? El? Esetleg házon belül kipróbálták el? Többször nyilván nekünk próbálgatni is kellett ahhoz, hogy ez a honlap működjön. Hát az a tapasztalatom, hogy három nap után megnéztem, és nagyon sokan töltötték ki. Örömmel kell mondanom, hogy már három nap után olyan létszámú regisztrációnk volt, hogy el kellett gondolkodnunk azon, hogy már szervezni kell a gyakorlati napot, pedig én úgy gondoltam, hogy egy kis haladékot, egy kis szusszanást kapunk a honlap készítése után, de örömmel kell mondanom, hogy nem, úgyhogy próbáljuk szervezni a gyakorlati napot. Nyilván ez egy nehezebb dolog, mert több embert kell megmozdítani, és több ember szabad idejét kell úgy beosztani, hogy egy hétvégén, hiszen ezt hétvégére tesszük, el tudjanak jönni, és szívvel lélekkel tudják csinálni, ez ezúttal is köszönök nekik. Látják azt a rendszerben, hogy milyen arányban sikeresek ezek a tesztek, és hányan buknak el a tesztek? Mi mindent látunk címmel, kérésünk volt a honlap készítőjék felé, hogy lássuk azt, hogy hányan töltik a tesztet, és nyilván látjuk, hogy hányan regisztráltak be. A kettő arányszáma, száma, hát Mondjuk azt, hogy sokan próbálnak tesztet kitölteni, de talán nincs elég idejük, hogy végig pörgessék a tesztet, és azért lépnek ki idő előtt, egyébként biztos tudnak 80%-ra, de úgy gondolom, hogy az emberek jó részének még van mit tanulni, és nem csak egy teszt van, egyébként több tesztünk van, egy teszt van a fő oldalra kitéve, a többi teszt közül is választhat, ízlése szerint is töltheti ki, tehát gyakorolhat nem csak azon az egy teszten. Mit kell tudni a gyakorlati napról? A gyakorlati napunk az terveink szerint ugye három részből fog állni. Lesz egy kereszt amit ugyanúgy, mint egy 17 éves 0 kilométeres friss tanulóvezető vizsgázni fog, ugyanúgy számítógépen is ugyanolyan rendszer szerint. Majd egy vörös keresztes első ismeretekből fog számot hiszen valaki valamikor régen tanult valamit, és valljuk be, hogy igazán régen, vagy nem is olyan régen, amikor még én is vezetőengedélyhez jutottam, nem volt olyan komoly. Viszont ez egy nagyon komoly téma, és foglalkozni kell vele, hogy segíteni tudjunk embertársainkon. Tehát lesz egy ilyen vizsga, majd beülnek egy oktató, illetve bocsánat, nem oktató, vizsgabiztos mellé, és a vizsgabiztossal egy rövidített vizsga útvonalon, rendes vizsgalappal végig fognak menni. Hát én úgy gondolom, hogy nagyon sokan, nagyon nehezen és nagyon észben tartva kellene vezetnünk, hogy nem megszokásból, ne rutinból menjünk, hanem minden egyes táblát, minden egyes sebességhatárt be tudjunk tartani. És mint mondottam volt, nem csak a gépjármű vezetők, hanem a család többi tagjaira is gondoltunk, tehát kerékpáros ügyességi pályával, motorszimulátorral, részek szemüveggel, tesztekkel, stb. készülünk arra, hogy hasznos ismeretekkel, hasznosan töltesse a család többi tagja is, és ők se üres kézzel, hanem ajándékokkal, közlekedés biztonsági ajándékokkal menjenek haza. Mikor és hol lesz ez a gyakorlati nap? Ez még szervezés alatt van, hiszen ö, etapokra kell osztanunk, amikor megfelelő mennyiségű jelentkező van, regisztrált személyünk van, akkor tudjuk megszervezni úgy, hogy a vizsgabiztosok is ráérjenek, a Vöröskereszt és, ráérjen, és természetesen nekünk is legyen idő arra, hogy megszervezzük. De, mint mondottam, volt, ezt már most el kell kezdenünk hol fogják tudni megtalálni az időpontot az érdeklődők. Minden regisztrált személlyel fel fogjuk venni a kapcsolatot, értesíteni fogjuk, és megkérdezzük tőlük, hogy melyik időpont lesz nekik jó, hiszen hozzájuk is próbálunk alkalmazkodni. Székszai Téhamér, úr, köszönjük, hogy befáradt a stúdióba, és tájékoztatott bennünket mindenről. Nagyon szívesen.